Lehetséges-e a lírai festészet egyfelől Auschwitz, másfelől Warhol után? Az itt részben Adornót parafrazáló Hal Foster szerint ez Gerhard Richter életművének az egyik alapkérdése, ha nem az alapkérdése. Más szóval a Richter művészet felfogása már a 60-as évek kezdete óta annál a belátásnál kezdődik, hogy nem lehet érvényes művészetet művelni az Auschwitz jelentette modernista dilemmákkal, és a Warhol jelentette posztmodern dilemmákkal való együttes szembenézés nélkül. Azt gondolom, hogy Foster egy mondatos meghatározása rendkívül pontos, ugyanakkor ő maga nem fejti ki, hogy Richter hogyan is válaszol erre a kérdésre. Előrevetítve egy konklúziót, Richter mintha valóban ezt a kérdést tette volna fel, és egy jellegzetes lépéssel egy kettős kihívást egymásba is fordította. Auschwitzot Warholon, Warholt Auschwitzon keresztül dolgozta fel, méghozzá a lírai festészet eszközeivel. Hogy ez alatt mit értek, arra számos példát hozok majd az előadásban. Amit ezen a ponton hangsúlyozni szeretnék, hogy ahhoz, hogy ez a program ne forduljon felületes cinizmusba, hanem egy rendkívül konstruktív életműbe, ahhoz Richternek mindkét pozícióba egyaránt mélyen bele kellett állnia. Miként lehet belállni ebbe a két ellentétesnek tűnő pozícióba? Ebben az előadásban azzal a felvetéssel fogok élni, a Richter válasza két művészi perszóna. Két egymással dialektikus viszonyban lévő, nem ritkán átfedésbe kerülő, de mégis határozottan megkülönböztethető pozíció megalkotása volt, amelyek együttesen adják ki az életművet. Richter egy paradoxnak látott korra egy paradox életművel válaszolt, a késő modernség skizofrén jellegére egy skizofrén életművel. Rögtön felmerülhet a kérdés, hogy miért indokolt egy ilyen megkülönböztetés. Hiszen Richter életművét a művészettörténészek, kritikusok, filozófusok, jelentős része szintén a, szinte a kezdetektől fogva dihotómiák, szintetizálható és antagonisztikus ellentétpárok, paradoxonok sorozataként vagy összefüggés rendszerekként írták le. Azt hiszem nem is árt, ha onnan kezdünk, hogy mi ez a program. Milyen dihotómiákról beszélhetünk, és ami fontos, mi az, ami az általam elkülönített Richterek számára is egyaránt érvényes, mondhatni közös nevező. Ahogy például a rákkel készített abstrakciók esetében, néhány elemből, a randomizáció és a véletlen eszközeivel is élve, Richter képes rendkívül divers művek sorát elkészíteni, úgy ez az elv az életmű, mint projekt egészének szintjén is egyfajta metakoncepcióként érvényesül. Ehhez, mint egy nulladik lépésként, redukálja magát a festészetre, ami 60-as évek elején már közel sem magától értetődő lépés, egy neovangárd művész esetében. A van is egy-egy szabályterősítő kivétel, ami közül néhány elő is kerül majd, ez minden sorozatra érvényes. Még az 1967-es négy üveglapra visszavezethető üveg- és tükörmunkák is, ha feszegetik is ezt a határt, egyértelműen kiterjesztett festészetként működnek. Majd ehhez a festészetre redukált programhoz rendel egy maroknyi, dihotómiaként is felírható témát, problémát, aspektust, ahogy tetszik. Ennek egy része formai, más része tartalmi, és van, ami mindkettő. Ezeket most csak felsorolva. Ilyen a külső valóság, a fotó és a festészet, vagy elvontabban az eredeti, a mechanikus és a manuális másolat háromszögének viszonya. A személyes és a személytelen, illetve a szenzuális és a konceptuális, az absztrakció és a figuráció. Illetve a blőr, amit akár szembe is állíthatunk, ha különveszük a forma értelmét, ahogy az olyan egészen különböző munkákban megjelenik, mint a fotófestmények, az absztrakciók vagy a festett tükrök, és a blört, mint tematikus fókuszt, amely szintén végighúzódik az életművön. Illetve mindebből következik egy metadihotómia is, a programosság, amely a program nélkülinek és hiperheterogénnek tűnő életművet struktúrája. Még ha ezek a dihotómiák a korban sokaknál meg is jelennek, talán nincs még egy alkotó, akinél minden sorozatban, ha nem is egyenlő arányban, de mindegyik ellentétpár megtalálható, egymással a konstruktív viszonyrendszert képezve. De megállapíthatunk véleményem szerint egy az előzőeknél is absztraktabb elvet. Richter minden műcsoportja, mind tartalmi, mind stilális szempontból indiferens, azaz az adott paraméterek ismeretében és megfelelő technikai tudás birtokában bárki el tudná őket készíteni. Ebből következik, hogy minden sorozathoz tulajdonképpen tetszőleges számú újabb műadható, szinte a végtelenségük. Végtelen mennyiségű fotófestmény készíthetünk, ahogy végtelen mennyiségű színmintavariációt, a variációt, aleatorikus abstrakciót, átfestett fotót, vagy éppen szürke monokrómot. A kulcsfogalom, amely alapján a két Richter megkülönböztethető, az véleményem szerint a számos jelentésréteget magába tömörítő indiferencia fogalma. Egy olyan Richter egész életművét szervező fogalomról van szó, amely már a legkorábbi Düsseldorf évektől egyfelől az indiferencia programjaként, másfelől az indiferencia, mint korszellem kritikájaként jelent meg. Ez alapján kétféle Richterről fogok beszélni, akiket el is neveztem, az egyikük az indiferencia Richtere, a másikuk pedig a differencia Richtere. Hogy valamiben belekapaszkodhassunk így az elején, adok is egy-egy rövid kezdő definíciót. Gyakrabban esik szó arról, akit az indiferencia Richterének nevezhetünk. Az, aki személytelen szemtelenséggel és kimeríthetetlenek tűnő leleményességgel mutatja fel, látszólag ellentétes minőségek, festészeti paradigmák és stílusok, az abstrakció és a realizmus, a manuális és a mechanikus, a konceptuális és az affektív szintetizálhatóságát, átjárhatóságát, indiferensé változtathatóságát. Ő az, akinek a stílustól és a stiláris elve, aki programjává emelte, hogy nincs programja, és akinek nyomán nincs mit mondania, és ezt mondja. Ezzel szemben azonban véleményem szerint mindig jelen van a differencia listere is. Aki nem csak kíméletlen kritikával demonstrálja az indifferencia korszellemé válását, de elszántan keresi az általános banalitást megtörő ellentétek, antagonizmusok, minőségbeli különbségek, azaz a differencia rekonstruálásának, illetve felmutatásának eszközeit akitől az indiferencia Richterével szemben távolabb sem állhatna a közömbösség, az előbbi féktelen produktivitásával és látványos megoldásaival szemben pedig a kételj, az apúria, a látható eredmény nélküli erőfeszítés és a nyitva hagyott dilemmák sora jellemez. Akit nem az opozíciók, kételyek és akadályok feloldása vezérli, hanem azok fáradtságos előidézése és a bennük való elidőzés. Hangsúlyozom, hogy ezek csak kezdő definíciók, majd látni fogjuk, hogy az egyes Richterek és azok viszonyelni jóval összetettebb. De azt állítom ezen a ponton, hogy a differencia és indiferencia Richterének szembelítása a már említett dihotómiák felett áll, azok a két Richternél mást és mást jelentenek. Fontos leszögezni, hogy még az előbb felvázolt keretek alapvetően az indiferencia Richterétől származnak, a differencia Richtere is ezekből az elemekből és ezek között a keretek között dolgozik. Ha az indiferenciát meg is töri, annak szabályrendszerét nem. Azt gondolom, hogy ez fontos konceptuális döntés. Richter a differenciát, a mélységet, a különbséget, az apóriát csak az indiferencia, mint korszellem keretein keresztül azokon áthatolva tartja érvényesítetűnek. Hogy ez hogy is néz ki a gyakorlatban, arra majd számos példát hozok az előadásban. Segítségkép nagyjából időrendben fogok haladni, nagyjából lekövetve a kiállítás koncepcióját is. Bár szívesen végigmutatnám Richter teljes életművének alakulását, e kettős Richter fókusza mentén, egy ponton be kellett látnom, hogy erre nem lesz lehetőség, ez messze meghaladja az előadás kereteit, úgyhogy kénytelen voltam redukálni. Így az előadás első felében főként Richter első és második fordulata közötti periódusra fogok fókuszálni, vagyis a 60-as évek elejétől a 70-es évek elejéig tartó bő 10 éves rendkívül formatív és gazdag időszakra. De már itt is jóval részletesebben foglalkozom azzal, akit a differencia Richterének hívok. Részben, mert Richternek ez az oldala általában jóval kevesebb figyelmet kap, majd a két Richter korai korszakának bemutatása után ezúttal csak a differencia Richterének alakulását követtem tovább. A kiállítás katalógusába ért szövegemet felhasználva azt mutatom be, hogy a kiállítás utolsó termében látható 2014-es Birkenau sorozat miért a differencia Richterének késői főműve, Miként dolgozik a differencia Richter -e az indiferencia eszközeivel, illetve hogy ez esetben miért korlátozott vagy egyenesen zsákutcába vezető az ellentétpárokra épülő elemzés, és miért kellene inkább hálózatként, illetve hálózatos szemlélettel megközelítenünk azt. A két Richter 1962-ben születik meg. A saját magától összeállított és szelektált életmű katalógus alapján itt születnek meg első élet festményei, kezdve a tissel, vagyis az asztallal. Richter ekkora már éppen 30 éves, mindössze egy évvel korábban szökött át Düsseldorfba, maga mögött hagyva Kelet-Németországot pár hónappal a fal felépítés előtt, illetve tíz évnyi szocialista-realista képzést és ígéretes karriert is a háta mögött hagyott ekkor. Arról nem beszélve, hogy az NDK előtt kamaszként átélt a II. világháborút, gyerekként pedig a hitleri Németországot. Az az, amikor hivatalosan elkezdi az életművét, gyakorlatilag egy valóban filmbe, illetve regénybe élő életút van már a háta mögött. 62-re mégis egy kiforradt programmal az általa fotomálerájnak, azaz fotófesmének nevezett új műfajjal lép elő. A szocialista realizmust a hátamögött mögött hagyó Richter nyugatra megy, majd néhány évnyi abszak festészeti képzés és kísérletezés után látszólag ismét a realizmusnál köt ki, no ez épp olyan távol van a szocialista realizmustól, mint az abstrakciótól. Érdekes kérdés az, hogy Richter hogyan talál rá a fotófestészet műfajára. Egyrészt természetesen a popárt az, ami inspirálhatja, de hangsúlyozom, hogy a popárt ekkor még igencsak gyerekcipőben jár, legalábbis, hogyha az amerikai verziójáról beszélünk. Minden esetre Richter szem előtt elsősorban Andy Warhol életműve lebeghetett ekkoriban. Ha a saját írásait olvassuk, akkor Richter elismeri a popárt hatását, de alapvetően egy személyes programként, egy messze személyes programként írja le az indiferenciához és a fotófestészethez való viszonyát. Itt néhány részletet lefordítottam egy szerintem rendkívül gazdag 64-65-ben készített jegyzetanyagból. Egy Bridget Bardóról készült fénykép került a kezembe, és fekete-fehérben beledolgoztam abba az absztrakt festménybe, amin épp dolgoztam. Megerégeltem az átkozott festészetet, egy az egyben megfesteni egy fényképet pedig a létező legértelmetlenebb és legművészetlenebb dolognak tűnt. Nem időszelben művészi fotográfiával dolgozom, hanem átlagemberek átlagos képeivel és az újságok, magazinok fényképes illusztrációival. A fotóművészek képének szempontrendszere és kompozíciós stratégiája könnyen átlátható és dögunalmas. Ha Richter korai írásait olvassuk, a fotófestmények mintha tiszta negativitást képeznék le. A fotófestészet irányul az akadémikusság ellen, a személyesség ellen, ezen belül a személyes tartalom és stílus ellen is, nem beszélve a festői festészetről. Ez persze három külön fenomén, Richternél és a neovangárd szemében általában azonban gyakorlatilag egy azon probléma halmaz szétválaszthatatlan részét képezik. A futó festmények, mint arra Peter Osborne rámutatott, eleve egy kettős negáció egymást is kioldó feszültségében ingadoznak. A személyes, gesztuális festmény helyére, legalábbis amit elvárnánk, ekkoriban egy fotó kerül. A fotó helyére pedig egy festmény. De nem pusztán mediális szinten oltják ki egymást, a festmény tartalma sem lesz több, mint egy fotó, a fotó tartalma pedig kiürül azáltal, hogy festészetté válik. Ami az ideológia mentességet illeti, a leegyszerűsítő és egyoldal az az olvasat, hogy Richter az ideológiai rezsimek egymás utányaként megért múltal szemben határozta volna magát egy ilyen ideológiamentes és stílusmentes, indiferens pozíció mellett, azért kétségtelenül van benne valamiféle igazság. Richter elsősorban Warholon keresztül a fotófestészetben megtalál egy olyan formanyelvet, amely nem csak egyes ideológiák, hanem az ideológia, mint olyan ellenében jön létre. Újabb idézet, 64-ből. Nem követek célokat, rendszereket, tendenciákat. Nincs programom, nincs stílusom, nincs irányom. Más értékek talán elvezetnek az eredményhez, a népszerűséghez, a sikerhez. De azok mind épp úgy túlhaladottak, mint az ideológiák, a vélemények, a koncepciók és a dolgok megnevezései. A stílusról pedig ugye így hangzik a híres költői öndefiníció. Szeretek mindent, aminek nincs stílusa. Szótárakat, fényképeket, a természetet, önmagamat és a festményeimet. Mert a stílus erőszak, és én nem vagyok erőszakos. Richter egy olyan ponton lép be a progresszív művészeti szintére, amikor az absztrakció és a szocialista realizmus, amelyeket egyaránt fizikai és világnyelvé akartak válni, a hidegháború szellemében szemel és állítva egymással, egyaránt sikertelenek bizonyultak Richter szemében is. A Richter korai írásait és interjúit nézzük, akkor annak ellenére, hogy a személytelenség az egyik kulcsfogalom, egy nagyon is személyes programot látunk, vagy legalábbis egy nagyon személyes programként van ezt prezentálva. Abban az értelemben is, hogy nem akarja magát semmilyen művészi tendencia részeként látni, sem társadalmi problémákat említeni. Mintha nem lenne más, csak a fotó, mint tökéletes kép problémája, ami Richter számára rendkívül felszabadítóan hat. Annélkül, hogy most nagyobb belemennénk a korszak művészet történetébe, érdemes hangsúlyozni, hogy az, amit Richter itt megtalál, messze menően benne van ekkor a levegőben. A festészetben a popárt és a fotorealizmus és a médium specifikusságot megtagadó minimalizmus és konceptualizmus mind a személytelenséget, a mechanikusságot, a stílus nélküliséget, a hétköznapi művészi rangra emelését hangsúlyozta. Még az absztrakt festészetben is, amelynek Greenberg János paradigmája ellen ezek a tendenciák köztudottan lázadtak, lezajlott ez a fordulat az úgynevezett festészet utáni absztrakcióval és hard edgel. Ugyanakkor hiba lenne Richter német művészként az amerikai tendenciák periferikus követőjéken kezelni, ahogy azt oly gyakran szokás. Ha megnézzük a dátumokat, az imént említett tendenciák még mind gyerekcipőben vagy születőben voltak ekkoriban, mikor Richter már kiforrott fotófestményeit készítette. Egyedül a popárt az, aminek a szellemiségéből és eszköztárából Richter egyértelműen és felvállaltan építkezik. De ne felejtjük, Warhol és Lichtenstein egy-két éve készíti ekkor csak popárt festményeit, Richter 63-tól abszolút velük szinkronban készíti a sajátjait, mint azt itt egy-egy példával igyekeztem illusztrálni, Például a Jackie Kennedy-ről Warhol is készít 1964-ben több képet, Richter pedig elkészíti ezt a nő esernyővel című képet, ami szintén a gyászoló Jackie Kennedy-t ábrázolja. Vagy mondhatnám rá, hogy Lichtenstein, akinek szintén szépen szembeállítható a Vám című 1963-as nagy festménye, Richter sorozatával, Richter egyik sorozatos műve a fotófestményeken belül az ilyen bombázó repülőket ábrázol, ami azért is érdekes, mert Hasonlóképpen via Szelminsz is pár évvel később a fotófestészet, akarom mondani a fotorealizmus egyik úttörőjeként, szintén a bombázó repülőket választja egy ilyen témaként, amiben legalább 5-6 darabot megfest. Nyilván Richterről nem tudva. Szelminsz azért is említem, akár Malcolm Morleyval együtt, mert ők tekintettük többek között a fotorealizmus abszolút pionírjainak. Richter, tehát hangsúlyozom, akkor vág bele egy popártól inspirált, fotorealizmusba, amikor a fotorealizmus még gyakorlatilag nem létezik. Tehát akár azt is mondhatnánk, hogy Richter az amerikai fotorealistákat megelőzve találja fel a fotorealizmust. Hozzátéve persze, hogy maguk a fotorealisták is részben a popárból inspirálódnak egyértelműen. De van egy másik vonal, amit szeretnék kiemelni. A neovangár jelentős része ugye ekkoriban a festészet ellen fordul, egyfajta antifestészeti hangulat lesz ami kitermel számtalan, főleg a Grimbergianus formalizmus ellen az irónia eszközeivel lázadó, de mégis a festészet eszköztárát használó műveket, a féle önkioltó festményeket. Ez az egyik dolog, a másik pedig az, hogy azok, akik viszont belállnak a festészetbe, azokat azt gondolom, hogy ha nagyon leegyszerűsíteni akarjuk, akkor két irányba hozhatjuk. Az egyik irány az, azzal válaszol a festészet válságára, hogy redukálja magát, akár szélsőségesen, úgy, mint a Richter által egyébként nagyon nagyra tartott Robert Reimann teszi például, aki ugye egy ponton túl kizárólag fehérrel volt hajlandó festeni, de a gesztus szintjén végtelen mennyiségű variáció volt, és gyakorlatilag egy nagyon színes és gazdag életművet képes ezek mellett a rendkívül reduktív keretek mellett létrehozni, ami persze szintén Hasonlóan egyébként Richterhez egyszerre szól a festészet megmentéséről, tovább vi vihetőségéről, ugyanakkor persze, ha úgy nézzük, akkor a festészet végéről, vagy feltételezett haláláról is, ami valahogy soha nem akar bekövetkezni. Említhetném persze kavarát is, akár a dátumfestményeket, ami ugye napi szinten készül, mint egy konceptuális projekt. Vagy Roman Opánkát, aki ugye 1965-ben elkezdett egy olyan projektet, hogy kizárólag számokat ír föl növekről sorrendben a másznakra. De van egy ezzel szembeni tendencia, és Richter első ránézése inkább ide tartozhatna, ami pont ellentétesen az eddigiekkel, azzal válaszol a festészet halálára és válságára, hogy egyfajta hiperheterogenitásban, pluralizmusban, a műfajok, a hangulatok, minőségek, a populáris és a magas kultúra kódjainak összekeverésében leli örömét, megszülve ezzel a posztmodern festészetnek is nevezett paradigmát. Itt mondjuk Erót lehetne említeni, vagy a magyar Lakner László munkásság, az gondolom, hogy a itthoni legerősebb példa erre. Vagy éppen Richter osztálytársa és aztán szoros művésztársa, Szigmár Polke, akinek a művei hasonlítanak is Richter pályafutására, és szélsőségesen különböznek is attól, amire aztán a barátságuk is rámegy a 60-as évek második felében, és, és, azt gondolom, hogy akár a művek szintjén is lekövethetjük, hogy mi ez az ellentét, míg Polke egy zseniális életművet hoz létre, hiányzik belőle az a fajta struktúráltság, koncepciózusság és az a fajta differencia, ami majd richter jellemzi. Richter mindezekkel szemben ismét gyakorlatilag fog egy, -egy dihotómiát, egy ellentétpárt, nevezetesen ezt a két tendenciát, a redukciót és a stíluspluralizmust, és egymás bomlasztja őket, megmutatja, hogy a kettőt lehet egyszerre is. És létre az egy olyan életművet, ami első ránézése talán közelebb áll Eróhoz, mint Robert Reimerhez, de ha jobban megnézzük, akkor ugye azt látjuk, hogy valahogy minden a helyén van, minden rendkívül rendezett. Richter minden sorozatában rendkívül következetes, és a sorozatok is nagyon világos koncepciók mentén kapcsolódnak egymáshoz. Ilyen értelemben Richter azon nagyon kevesek közé tartozik, vagy talán ilyen szinten egyedülálló is az életmű, aki képes ezt a két tendenciát Richterre nagyon sajátos és jellemző módon ötvözni. Ami egyfajta szintje persze a indifferencia és a differencia Richterének a, a szintézisére is, hiszen hiába különítem el ezt a két Richtert, való mégiscsak egy életműről beszélünk, akik egymást is kiegészítik. De ehhez a kettőséghez elengedhetetlennek tűnik, hogy az indifferencia, mint program ne csak negatív, de pozitív töltetű is legyen Richter számára. Már eddig csak az indifferencia negatív ösztönzőiről volt szó, Ugyanezekben a korai írásaiban Richter hatalmas lelkesedéssel beszél arról, hogy a fotó a tökéletes kép. Hogyha megfeszülne, se tudna festő is fejjel ilyen zseniális, releváns formanyelvet létrehozni, hogy milyen mértékben emancipálta őt a különféle elvárások és a művészeti ideológiák alól. Az indiferencia Richternek nem egy dacos negatív pozíció pusztán, ö, szemben talán sokakkal ekkoriban, hanem egy messze merően otthonos állapot. A pozitív indiferenciához szeretnék kicsit részletesebben bár nem túl részletesen belemenni egy olyan szába, amiben nem szokás, ez pedig Richter és a fluxus viszonya. Ami azt gondolom egy, egy szép eredet története annak, hogy mit jelent Richter számára a, az indiferencia, mint, mint pozitívum. Talán nincs még egy olyan mondat, amit Richter annyit emlegetne, mint kézsnek az a híres mottoja, hogy nincs mit mondanom, és ezt mondom. Ez gyakorlatilag Richter kölcsönveszi késtől, mint az életművének egyfajta nagyon rövid mottója. Éppen ezért érdemes egy kicsit jobban szemére vennünk, hogy honnan is jön ez, miért éppen késtől, és nem mondjuk Warhol-tól választ idézetet Richter. Általában ezen könnyen át szokás ugrani, hiszen egy felületes szinten nagyon könnyű erre válaszolni, hogy Richter miért használja annyit ezt az idézetet, hiszen igen, a Richter életmű akár tekinteti úgy, hogy hogyan lehet nagyon sokféleképpen semmit mondani szürke monokrómok sorozatával, Mindenfajta szakralitástól megfosztott színmintá absztraktokkal, és randomizált színegységekkel, színezett tükrökkel, elhúzott függönyökkel és vakablakokkal, mechanikusan másolt fényképekkel, mechanikusan létrehozott absztraktokkal. Ennyiben az indifferencia Richterének öndefiníciója talán úgy tűnik, hogy kimerülhet ennyiben, de azt hiszem ányalódik a kép, hogyha megnézzük, hogy Richter milyen mélyen át van hatva a fluxus által, ami egészen korai élményekre vezethető vissza. Richter Brunier is több fluxus eseményen részt vett a 60-as évek elején. Ugye ekkoriban József Beuys volt a Düsseldorfi Akadémia vezetője, akivel egyébként Richternek nem volt különösebb kapcsolata, talán még a fluxusban fedezte fel magának igazán. Ugyanis Boyce egy kulcs volt a ekkor még mindig virágkor átérő nemzetközi fluxus mozgalomnak, és Németországba csábított több alkotót, és kurs szerepe volt abban, hogy számos fontos fluxus event megvalósult ekkoriban Németország szerte, és ezek némelyikén Richter is ott volt, például ezen a 1964-es Aheni eseményen. Amire aztán több interjújában és írásaiban is, mint formatív élményre hivatkozik, talán a legfontosabbként a popárt mellett, annak ellenére, hogy a fluxus talán mindennél jobban megvetette a buszlán akronizmusnak tartott festészetet. Richterrel egyébként azt írja, hogy ő nem ér ezzel ellentmondást, gyakorlatilag a fluxus szabadította föl, a fluxus tette lehetővé azt, amit a korábban az idézetben olvashattunk, hogy egy olyan akkoriban úgy tűnt legalábbis, hogy végtelenül idióta és értelmetlen akciót, és egyfajta semmit mondás, mint a fotófestészetet elmerje kezdeni, szemben az akkor még Németországban mindig uralkodó m m-formál festészettel. De hát honnan is jön ez a mondat, ugye? A funkciós paradigmájában ez a mondat paradoxitása, nincs mit mondanom, és ezt mondom, amely Cage az 1949-ben írt előadások a Semmiről című zenei karakterű előadásának első soraiban tűnik föl. Ugye, hát, ha nagyon le akarjuk egyszerűsíteni, most nem belemenve a fluxus eszmélyiségébe, akkor a semmi bekeretezésének gyakorlatában, az antiművészet művészetében, a művészet minimál feltételének kitapogatásában oldódik fel. A semmitmondás pozitív negativitás, a vákumként tölti ki a hagyományos művészeti teret, a színházat, performance vagy a koncertet, mint két híres érhet 4 perc 33 másodperc című csöndekből álló darabjában, vagy az erre reagáló Robert Lausenberg fehér festményeiben. Kécs ebben is előképer Istennek egy elképesztően sokszínű alkotó, aki mindenre írt zenét, a leghagyományosabb kórustól a kaktuszok tüskéig, de Richter számára azt gondolom, hogy elsősorban az alatorikus, azaz véletlen eljárást alkalmazó, illetve indeterminált, azaz a zeneszerző által csak részben meghatározott, minden előadásban változó zene egyik innovátoraként fontos. Ezért még a 4 perc 33 másodpercen is fontosabb talán az 1951-es Music of Changes, amelyben Cage elsőként a Yichingből inspirálódva alkotott indeterminált darabot. Richter ennek mintájára alakítja ki aztán a Rakel technikát, ezért is említem, mint egy indeterminált vagy alatorikus abstrakciót, ahol az alapeljárás mindig ugyanaz, a kimenetel mégis nagy részt kiszámíthatatlan. Itt most egy kicsit előre ruhantunk, de ugye erről a életmű második feléről nem fogok beszélni, itt ugye arról van szó, hogy Richter felfest festékrétegeket a vászonra, és aztán ezzel a rákellel, amit magyarul talán simítókésre fordíthatnánk, egy alapvetően ipari eszköz Richter által módosított verziója, ezzel áthúzza a vásznat különböző irányokból, és ezzel gyakorlatilag létrejön egy olyan aleatorikus abstrakció, amit ő is hozott létre, meg nem is. Gyakorlatilag egy rediméddel állunk szemben, és ilyen értelemben Richternek pont annyi a döntési lehetősége és az aktor szerepe ebben, mint mondjuk Düsamnak, tehát szemben áll egy vászonnal, amin ott van egy festék réteg, és el kell döntenie, hogy ez most egy festménye vagy sem, befejezi-e vagy sem. Tehát ahogy ő maga fogalmaz az egyik interjújában, ez egy igen-nem processzus, ami a végén mindig igennel végződik. És ez a fajta alattokról is absztrakció egyébként az életműnek igencsak nagy részét, talán azt tippelném, hogy a műveinek több mint felét adják, összesen ezek mind mind ezzel a technikával készülnek, egy nagyon rediktív technikával, amiben ugyanakkor Richter egy, egy komplet világot fedez föl. És aztán jóval később, 2006-ban egy omást is szentel Kécsnek, természetesen ezzel a technikával. Na de! Richter számára ez a fajta pozitív indiferencia egész életében egy ideál marad, azt gondolom. Ezért fontos a, a fluxus, és ezért említem itt elsősorban, mert Richter, itt, itt kap meg egy olyan fajta pozitív indiferencia fogalmat, amit tulajdonképpen végighordoz egészen máig vagy a közelmúltig, és igazán majd a 70-es évektől lesz meghatározó, amikor majd ezeket az alatolikus abstraktokat és a tájképeit festi. Ugyanakkor ez a fajta derűs kvázi fluxus pozíció, azt gondolom, hogy Richter számára már nem egy az egyben átvehető, és ez nagyon fontos. Tehát hiába volt még aktuális a fluxus a 60-as években, Richter már érzi, hogy a 60-as évek egy egészen más paradigma. Azt a fajta uh, semmitmondást, azt a fajta nyilván a keleti tanokból és a zenből jövő pozíciót nem lehet, uh, mint, mint a elején elhangzott Halfoszter idézet mentén is, uh, Warhol és Auschwitz mellett, indiferens módon megtestesíteni. Gyakorlatilag ez a fajta kételj ebben a pozícióban, abban, amiért az indiferencia mindig egy ideál marad Richter számára. Hogyha erre felé leng az inga, akkor az indiferencia Richteréről beszélhetünk, de mindig vissza is leng az inga, mert Richter mindig két, kétely, kételyeket támaszt azzal szembe, hogy ez a pozíció megvalósítható. Én úgy fogalmaznám ezt meg, vagy Richter számára is talán úgy oldható fel, hogy ahhoz, hogy eljussunk ehhez az indiferenciához, mint ideához, ahhoz keresztül kell mennünk az, indif az indiferencián, mint korszellene, amit természetesen egyöntetően negatív. Tehát, hogyha képesek vagyunk túlmenni a banalitáson, azon, amit ez az ideológia mentes, ide ideológián túli, mélység nélküli társadalom jellemez, ahogy Richter azt a 60 években látja maga körül, akkor tudunk eljutni ehhez a ehhez az erős indiferencia pozícióhoz. És azt gondolom, hogy ez lehet az egész Richter életműnek egy kulcs, kulcs dinamikája. És ezzel meg is érkeztünk a differencia Richteréhez, ugye eddig gyakorlatilag kizárólag az indifferencia Richteréről volt szó, tehát itt visszamehetünk akár a történet elejére, megérkezik Richter ismét 1961-ben Düsseldorba. Ugye keletről Richter soha nem volt hithű szocialista, mindig is távolságtartással kezelte a létező szocializmust, ugyanakkor óhatatlanul felvet egy kritikai attitűdöt. Egy olyan attitűdöt, amivel kifejezetten érzékeny arra a fajta ideológia nélküli, most itt az ideológiát pozitív értelembe véve ideológia nélküli, kizárólag a fogyasztás körül centralizálódó, konzumerista, Firsáfunde gazdasági csoda, csodában fürdőző német társadalomba, ahova Richter ugye 60-as évek elején egyszer csak becsöppen. És azt gondolom, hogy ide vezethető vissza a differencia Richtere, aki, aki, mint mondtam, az indiferenciával, mint korszellemmel foglalkozik, méghozzá egy nagyon erős distanciával. Hogyha az indiferencia Richter számára ideális, mégis, és ez különbözteti még akkor számos más fontos navangár művészétől, részben az endikás múltja miatt távolságtartással kezeli ezt az ideológia mentességet. Pontosan felismeri azt, hogy ezek az értékek legalább annyira tükrözik a kor értékrendjét, mint amennyire látszólag lázadnak az ellen, vagy legalábbis egyfajta paradigma ellen. Hiszen ahogy azt később Szlávoly Zsizsektől és más kritikai szerzőktől megtanultuk, az ideológia kritikai vizsgálódás első terepe mindig az, amely ideológiamentesnek mutatja magát. Richter 60-as évek elején pedig talán először érezhette azt, hogy korának fő ideológiája az ideológiamentesség, ami aztán a 80-as évekre egyedülalkodó ideológiai atmoszférává vált. Felismeri azt, hogy a saját amatőr képek és a médiafotók iránti rajongása, óckodása bármiféle programtól, ideológiától, állítástól nem légüres térben alakul ki, mint az korai manifestumszerű szövegei is sugalják. Tehát ő maga is a saját korának a fogja, és azt gondolom, hogy a differencia Richterre egyfajta reflexió erre a paradox helyzetre. Arra Richterre, aki nem lép ki az indiferencia kereteiből ennek a felismerésnek a hatására, hanem megpróbálja az indiferencia kereteit, amit elfogad, mint a társadalom keretrendszereként, amivel neki is kénytelen, keretlen dolgoznia kell, és ezen az indiferencia, mint korszellem helyzeten keresztül hozza létre azt a fajta pozíciót, amely megpróbálja megkeresni a differencia, a mélység, az apória, az ontológiai problémák lehetőségét ebben a végtelenül banális és mélység nélkülőnek tűnő korban, ahogy az 60-as években tűnik. Még ezen a ponton a blurről beszélnék egy kicsit, mert hát mégiscsak Dichter egyik legfontosabb, ha nem a legfontosabb megszüntetve megőrzött stílusjegyéről beszélünk ami ugye, mint az elején mondtam, végig húzódik nem csak a fotófestményeken, ahol szintén nagyon különböző minőségekben jelenik meg, hanem aztán az és abstrakcióknak, ugye a Raquel technika, vegyük észre, részben a blur effektnek a rekonstruálásáról szól az abstrakció szintjén. De ugyanígy a, a festett tükörfestményekben is, ugye nagyon sok esetben szürke tükrökről beszélhetünk, tehát mindent maga körül ez a tükör szürkévé változtat. Na most a, a blőr azért ennyire maradandó, azt gondolom, Richter életművében, mert eleve magában hordozza mindazokat a dihotómiákat, ami által mind az indifferencia, mind a differencia Richter számára egyaránt fontos és gyümölcsöző lehet. Hát először is a blőr az Richternek, mint Forholnak a mechanikussá produkció. Azt gondolom, hogy ezt, ezt elég nyugodtan kijelenthetjük. Itt akár össze is vethetjük a kettőt, itt Kennedy kapcsán. Ugye Warhol a, a szerialitáson keresztül mutatja meg azt a jelenséget, ahol a médiaképek folyamatos özöne révén az egyes képek mélysége és szubstanciára gyakorlatilag kiürül, és valóban a, a képsiknak a két dimenziójára redukálódik, a tartalom szintjén is. Richter valami hasonlót próbál meg elérni, amikor a blur eszközét fedezi fel, ami persze a kezdetekben, ahogy azt ő maga is leírja, természetesen a a fotónak egy sajátosságából ered, hiszen ismerjük, hogy vannak ilyen bemozdult fotók, amik pont az amatőr fotóknak a jellemzői, amikkel Richter hangsúlyosan dolgozik. Illetve van egy technikai része is, amit Richter szintén gyakran leír, hogy pont azért használta ezt, hogy még fotorealisztikusabb legyen, még hogyha ő nem is használja ezt a fogalmat, tehát hogy még személytelenebb legyen, még mechanikusabb legyen, még inkább elmossa azokat a részleteket, amitől bármiféle festői gesztust is észrevehetnénk a képen. Ami persze mai szemmel már nem ennyire egyértelmű, de a 60 években ez valóban egy radikálisan személytelen és realisztikus, már már hiperrealisztikus festészetnek számított. Tehát azt gondolom, hogy a blur azt sugalja és ebben is egyezik Porvollal, hogy nincs már egyetlen kép, amire fókuszálhatunk. Tehát akár csak tíz évvel korábban ott volt még az absztrakt expressionizmus, ahol pont az volt a lényeg, hogy te egyetlen képbe képes legyél a végtelenségig belefókuszálni, és egyetlen kép végtelen képes feltárni, mikor nem is feltétlenül a térillúzió révén. A helyzet a 60-as évekre megváltozik, és azt gondolom, hogy a Blur Richter esetében arról is szól, ahogy konkrétan már egyetlen kép sem tud önmagában megállni minden kép, már sodródik tovább a következő kép felé, ahogy vorholnál minden egyes szériadarab sodródik tovább a következő szériadarab felé, folyamatosan redukálva egymásnak a jelentését és jelentőségét. Richter azt írja 1964-ben, hogy azért használom a blurt, hogy minden egyformán legyen lényeges és lényegtelen. A blur tehát Leírható ismét számtalan dihotómiával, és pont az azben, azben a zseniális valahol, hogy valóban mind a kettő külön-külön és egyszerre. Kiélesít és eltompít, elfed és kiemel. Mediatizál és közben kiemeli a festék materialitását. Kritikai elemként is működik, miközben közömbösít is. Eltávolít, distanciát sugal, ugyanakkor közelséget is teremthet. Hiszen ne felejtjük, hogy az éles kép egy hagyományos géppel távolságot igényelt, az életlenség pedig általában a túlzott közönségnek a jele. De visszatérve a kapitalista realizmushoz, azt gondolom, hogy Richternek ez a kritikai attitűdje, ez már csak abból is elég egyértelműen levezethető, még ha ő maga nem is beszél erről az írásaiban, hogy kikkel állít ki ekkoriban. Tehát az a csapat, akiket szűkenvéve a kapitalista realizmusnak nevezhetünk, a Manfred Kutner, Lüeg és Polke, Richter mellett, szintén nagyon egyértelműen a német társadalomnak a fogyasztói kultúráját parodizálják, Lüeg ugye konkrétan tapétákat fest és és mintákat transformál festészetté, Polke is a végtelen banalitás képanyagában fürdőzik, illetve vannak ilyen humoros műveik, amik nagyon egyértelműen a német társadalom kispolgáriságát parodizálják. Illetve kiemelném azt a nagyon fontos performatív eseményt, ami, amiben alaposan tetten érhetjük mind a popárt, mind a fluxus hatását, amit Lüeggel együtt dolgozott ki Richter. Ez egy egynapos esemény volt 1963-ban, Möbelhaus bergezben egy komerciális bútorüzletben. Akár Kléz a két évvel ezelőtti sztória a szemük előtt. Egész konkrétan ugye itt az történik, hogy Richter és Lüeg ülnek egy nappaliban, ahol minden, minden rával van emelve mondhatni, és ezáltal minden, ami a szobámmal látható, szoborrá avanzsálódik, beleértve önmagukat is. Közben megy a tévé, egyébként közben megy a zene, és megy egy hangfelvétel, ahol azt halljuk, ahogy valaki felolvas gyakorlatilag egy IKEA katalógust, mint költeményt, tehát, hogy számtalan más mini esemény is történik ebben, a, ebben az egynapos kavalkádban, de mondjuk ez az a pillanat, ami tényleg alaposan dokumentálva is van. És azért azt is megemlíteném, hogy, Richter és Lüeg ebben is megelőzik azokat a példákat, amikről azt gondolhatnánk, hogy ők már csak másolják. Tehát, hogy például az élőszobor műfaja akkor még abszolút nem volt evidens. Azok a úttörő művek, mint Oscar Bonének a munkás családja, vagy, vagy Gilbert és George élő élőszobrai, majd csak jóval később valósulnak meg. De Richter saját eseményét, kiállítását említve ott van a Folkebrátke, amit már csak azért is idehoztam, hiszen a kiállításban aki, aki látta, az, az biztos megnézte ezt a videót, ami ugye Richter egyetlen videómunkája, egy 14 perces videómunka, ahol Volker Bradgate állítja a középpontba egy olyan figurát, aki Richter számára megtestesíti a kort, megtestesíti ezt a kispolgárt, ezt az árnyékot, ezt a tulajdonságok nélküli embert, egy olyan figurát, aki egyébként ott van az összes megnyitón, de valójában nem tartozik a művészeti világhoz. Mindenki tudja, hogy kicsoda ő, de mégis egy, 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 szubstancia nélküli figurának tűnik föl. Egy igazi szürke blőr embernek, és gyakorlatilag ezzel meg is testesíti a, a, a blőrt, meg személyisíti Richter kézjegyét, de ami itt nem derül ki a kiállításból, hogy ez egy komplex kiállításnak a része volt. Jó nagy léptékben megfestette Brátke portréját is, illetve még jó pár kisebb elemmel bővítette ezt a komplex installációt. De, és itt rátérve a második felére az előadásnak, legalábbis annak a szűkebb témájára, van egy olyan motivum, ami, ami szintén azt hogy eminensen a differencia Richteré, ez pedig egyfajta halál narratíva, ami már egészen korán, ha a Richter hivatalos életmű nézzük, akkor már az első évektől meghatározóan jelen van. Itt egy idézettel kezdenék, mert azt gondolom, hogy nagyon erősen ide tartozik. Az, hogy a világ így habzsolja a fényképeket, a halálfélelem jelen. A halálra való emlékezést, mely minden emlékébe belejátszik, a fényképek önnön halmazások által próbálják elűzni. A képes újságokban fényképezhető jelenné válik a világ, és örökké valósága a fényképezhető jelen. Így a világ megmenekülni látszik a haláltól. Valójában a halál martalékává lesz. Így a Krakauer 1927-ben. Andy Warhol még Richter előtt talán elsőként ezt az összefüggést sejti meg, amikor elkezdi a Disaster sorozatát, ami ugye a korai Warhol egyik főműve egyértelműen, ahol kifejezetten olyan képeket választ, amik a legsubverzívebbek, a legfelfoglatóbbak, a legtragikusabbak, a leghorrorisztikusabbak. És ezeket serializálja. ezekről bizonyítja be gyakorlatilag a saját képeink keresztül, hogy ebben a, a média banalitásban még a legfelforgatóbbnak tűnő képek is igazából egy, egy, egy lesz a sok közül. Ahogy az újságban is bekerül a legtragikusabb hír a legbanálisabb bulvárhír mellé, úgy gyakorlatilag a serializálással. Még ezek az események is elvesztik minden felforgató erejüket. Hogy Richter mennyire Forhol hatás alatt kezdje el ezt a sorozatot, azt nehéz megmondani. Az biztos, hogy egyébként Forhol nem sokkal korábban kezdje el a diesel sorozatot, tehát hogy Richter ebből nagyon-nagyon keveset láthatott még ekkoriban. De ettől függetlenül nagyon izgalmasra, hogy Richter is egy nagyon hasonló programot, ha nem is ennyire tendenciózusan visz végig ekkor. Például a kiállításban is látható művek ugye szintén ehhez a halál tematikához kapcsolódnak. Elsőre banális képek, hogyha nem tudjuk a hátterét, akkor egyfajta kísértetiesség átlenketi őket, miközben tudjuk azt, hogy mind a kettő mögött tragikus sorsok húzódnak meg. Vagy már egészen korán a Richternek, még az egészen kísérletező korszakában, amit bevett az életmű ez a a többször megjelenik, néha kifejezetten hangsúlyozva azt, hogy ez egy banális média környezetben jelent meg. Richter így gyakorlatilag lépésről lépésre eljut egy olyan témáig, ami aztán egész életében foglalkoztatni fogja, ez pedig a, a, német történelemnek az ellentmondásossága, gyakorlatilag a blur mint téma. Hogyan lehet a blur témává tenni? Hát úgy, hogy Richter nagyon korán és gyakorlatilag az első között felfedezi azt, hogy ha például Auschwitz helyzetét meg akarjuk érteni, akkor egyrészt meg kell értenünk azt, hogy Auschwitz mit jelent ebben a banális médiaközegben, illetve hogy a német történelemnek ez a fekete-fehérnek láthatott verziója egyszerűen nem állja meg a helyét. Ez egy végtelenül felületes megközelítés, például az áldozatok és az elkövetők elkülönítése. Azt is szeretném hangsúlyozni, hogy Míg az indifferencia richterének a problémái, mint az absztrakciós, a figuralitás feloldhatósága, a személytelenség, a mechanikusság, ezek mind ott voltak a levegőben, ez a vonal a történelemnek egyfajta posztmodern paradigmában való újragondolása, ez abszolút pionír volt ebben az időszakban, és még nagyon kevesen foglalkoztak vele. Noha, a German Popban volt rá még néhány példa, Polka is foglalkozik majd a holokausztal, de csak jóval később. Ott van például Thomas Bail, aki, aki több ilyen munkát is készített, ahol ugye azt látjuk, hogy ez egy, ez egy mechanikus festmény mondjuk, mozognak ezek a kezek, és látjuk, ahogy folyamatosan, kényszeresen mossák a fogukat a, a figurák, amire maga Bile is úgy, úgy interpretálta a saját művét, hogy ezzel gyakorlatilag a német társadalomnak ezt a kényszeres öntisztító mechanizmusát akarta valahogy metaforizálni, hogyan lehet ezt a, ezt a látszólagos normalitást, amit a német társadalom gyakorlatilag a saját múltjának az elfolytásával véghez vitt, és ami egyébként pont ezekben az években törik föl, ugye az Auschwitz per révén, a Nürnberg per révén, tehát amikor megtörténik gyakorlatilag például a holokausz bűneivel való ö, szembenézés az elfolytás évtizedei után. Ami izgalmas még, és ez egy általánosabb jelenség, az a banalitásnak és az iszonyatnak az összefüggése, amit nem feltétlenül csak a halál festményeken látunk, de szintén a, Richter, a differencia Richterének 60-as évekbeli tevékenységét alapvetően áthatja. Richter a 60-as években írta látszólag totálisan banális fotófestményeiről, mint a le vagy a Flemise lóne, hogy mikor a fotográfia normalitása, objektivitásának illúziója megfestésével a másikká válik, sokkal döbbenetesebb, mint Dali vagy Bacon műveiben, ahol mindez expliciten jelenik meg. 2001-ben portré kapcsán úgy fogalmaz, nekem Francis bacon szemben nem kell eltorzítanom az arcot. Sokkal félelmetesebb, ha maga banalitásában festem meg, ahogy azt a fotón látom. Ennek egy lehetséges szélső foka az, amit ugye hanáránt úgy fogalmaz meg, hogy a gonosz banalitása. Mint Arendt kimutatta a nácik emberiség ellenes büntetteit, egy racionálisan felépített és működtetett, komplex államgépezet tette lehetővé, melynek szereplői, mint Adolf Eichmann, vagy a Richter által is megfestett dr. Werner Heide, önmagukban csupán egy bürokratikus rendbeágyazódó középszerű alakok. Nyilván ezzel is egyfajta összefüggést teremt fel a saját korának végtelenül ártatlannak és banálisnak tűnő kispolgárságával, megmutatja, hogy ugyanezek a kispolgárok voltak azok, akik nem is olyan régen kollaboráltak a nácizmus felemelkedésében. Korai munkákat mutatnék, amiket nem nagyon szokás még reprodukálni sem, de azt gondolom, hogy rendkívül fontosak ebből a szempontból. Ilyen a Kivégzés cím 1962-es festmény, ahol ugye még azt látjuk, és ez az, ami eltűnik aztán a később művekben, ahogy Isten nagyon nyersen szembeállítja a banálist és a tragikust. Itt ugye egy náci kivégzést látunk, alatta pedig egy mosolygó címlaplány fordított frize fut, vagy ez a még döbbenetesebb, a napló, ahol Anne Frank naplójának borítója látható, a másik oldalon pedig egy bikinis modell, akinek az ágyéka ki van törölve. De az a munka, ahol Richter aztán a saját családjában mutatja föl ezt a fajta ellentmondásosságot, azt, hogy nem tudjuk elválasztani egyértelműen az elkövetőt és az áldozatot, az egyértelműen a Tante Marianne és az Onkel Rudi. Egy két pár, hogy első ránézésre pont az benne a döbbenetes, hogy teljesen egyformának tűnnek legalábbis koncepciójukat tekintve. És mégis, hogy tudjuk a hátterét ezeknek a képeknek, akkor Tante Marianne áldozat rendszernek, egy skizofréniával azonosított beteg, akit aztán az eutanázia program keretében gyakorlatilag halálra éheztetnek. Szemben Onker Udival, aki ugye itt egy Wehrmacht egyenruhában feszít, aki viszont lelkes nemzeti szocialista volt, és a harmadik birodalomért halt meg a fronton. Most itt van ez a két szereplő, mind a kettő Richter családjába tartozik, továbbra is Tente Mariannéként és Onkel Rudiként hivatkoznak rájuk a családban, továbbra is ott vannak a képeik egymás mellett akár a, a, a fotóalbumban. Hogyan lehet ezzel szembenézni? Ez, ez azt gondolom, hogy Richter alapkérdés ebben a pillanatban, hiszen Richter ezt nem festené meg, hogyha egyébként ez csak róla szólna Richter, akkor sem dolgozik igazán személyes témákkal, amikor talán úgy tűnik, hogy személyes témákkal dolgozik itt is. Sokkal inkább azt foglalkoztatja Richtert, hogy rengeteg olyan család van, egy alaptapasztalat, egy kollektív traumája a német társadalomnak akkor, hogy ez megtörténhet, hogy egy azon családból kerülnek ki elkövetők és áldozatok. És ennek a tendenciának lesz aztán egy meg nem valósult főműve, az a kiállítás, aminek szex és tömeggyilkosság volt a munkacíme, de 1967-ben terveztek szintén lüeggel megvalósítani, hogy korábban a poppal élni kiállítást. Itt azzal a szintén a korábbi montázselvi munkákra hajazó koncepcióval éltek volna, tehát egy Richterhez képes szokatlanul nyers és konfrontatív munkával, hogy hogyan lehet pornóképeket és holokausz képeket konfrontálni, ami természetesen az eddig elmondottakra rímel, hogyan banalizálódik még a leghorrorisztikusabbnak tűnő téma is a holokauszt ebben a médiakörforgásban, és hogyan lesz gyakorlatilag egy ponton egy szinten a pornóképekkel. A pornóképek nem véletlenül vannak itt, Susan Zontag és Roland Bárt is megírta egymástól függetlenül a saját fotókönyveikben ezt a párhuzamot. Tehát ez egy olyan párhuzam, ami akkoriban igencsak benne volt a levegőben, hiszen arról van szó, hogy az a fajta voyeurizmus, amit a pornóban is ismerünk. Valami olyat látunk, amit nem kéne látnunk, de közben ebben van valami felforgató és akár felszabadító, ami aztán a pornóképek végtelen termelésével banalizálódik és kűresedik. Sokak szerint a holokaus képekkel is valami ilyesmi történik a 60-as években. Ugye sok esetben kontextusból kiragadva, aláírások nélkül halmozódnak ezek a képek, és, és sokan megfogalmazzák azt a veszélyt, hogy gyakorlatilag még a holokausz képek is elvesztik minden jelentőségüket és jelentésüket. Nem tudjuk igazán, hogy hogy nézett volna ki ez a kiállítás. Itt a Richter vázlataira hagyatkozhatunk. Egyrészt felmerült egy ilyen popos kiszínezése a fekete-fehér képeknek, illetve azt gondolom, hogy ha megnézzük, hogy hogy voltak egymással szembeállítva, akkor azt is látjuk, hogy Richterre valami egészen rémisztő módon a blőrrel is kísérletezett. Tehát, hogy hogy lehet egészen addig életleníteni ezeket a képeket, amíg a, pornóban a mesztelen testek és a Auschwitzban az egymásra halmozott mesztelen testek már gyakorlatilag megkülönböztethetetlenek. Tehát hogyan lehet ezt a fajta összemosódást a vizualitás szintjén is reprodukálni? Egyébként mondom, nem csak Richterék foglalkoztak ezzel, például Boris Lui több ilyen munkát is készített egy kicsivel korábban, ahol jóval nyersebb eszközökkel, de szintén holokauszt és konfrontál konfrontált egymással. Azt gondolnám, mert ez talán egy kicsit spekulatív, hogy az, ami nem sikerült a szex és tömeggyilkosságban, mert Lichtenék túlságosan spektakulárisnak találták, túlságosan direktnek tűnt, pontosan azt termelte volna újra szerintük, ami ellen ugye lázadtak, vagy amit kritizáltak volna, Richter ezt találja meg aztán a 48 portréban, ami ellenben egy sokkal finomabb és sokkal nehezebben felfejthető sorozat, és én értelemben Richter számára, a differencia Richter számára egy siker. Ennek azt gondolom, hogy része egy olyan vonal, amit szintén nem szokás nagyon hangsúlyozni, ezért gondoltam, hogy belemelem, ez pedig Hitler figurája, akivel Richter nagyon korán próbál valamit kezdeni. Itt például a Tirs festmény hátoldalán szinte egy Hitler portrét látunk, ami át lett festve. Ez egy megsemmisült Hitler porté, úgy egészen koráról, 1962-ből, és aztán később is, 60-as 60 évek végén az Atlasz tanulsága szerint Richter foglalkozott Hitler figurájával, bár nem tudunk semmilyen olyan műről, ahol ez fennmaradt volna. És arra hívnám fel a figyelmet, hogy építészeti elemeket is látunk, tehát Richter azzal is foglalkozott, hogy hogyan lehetne a hitleri architektúrát valahogy feldolgozni, itt például hogy a mozaik termet látjuk, amit aztán végül nem Richter, hanem Kiefer dolgoz fel majd 81-ben, ez csak úgy zárójelben. És, és, ilyen értelemben akár ezen a vonalon keresztül is azt gondolom, hogy eljuthatunk, nem is olyan nagy belemagyarázással a 48 portréhoz, hiszen Hitler, amikor 1934-ben elmegy Olaszországba, és meglátjuk egy Mussolini-t, akkor elmennek a Velencei ra is. És ez az esemény vezetett aztán ahhoz, hogy Hitler meggyőzzék arról, hogy a német pavilont azt bővíteni kell és újra kell dizájnolni, és ez, ez a 30-as évek végén meg is történik. És hát ugye a német pavilon azóta is ebben a változatban létezik. Ez egy sajátos emlékezett politikai döntés, hogy a német állam soha nem alakította át ezt a pavilont, tehát máig abban a formában működik, ahogy az megépült a 30-as évek végén. Na most természetesen ez egy alapvető ellentmondásosság és egy egy olyan probléma, ami ráadásul egy olyan intézmény, ami ugye a német ö, államot és társadalmat reprezentálja a Velencei Binárén, különösen problematikus helyzet. másik mű, amit idehoznék, egy pár uzamkét, az Hans ez a jóval későbbi 93-as reflexiója erre a helyzetre. Ő ugye egész konkrétan feltöri a német pavilonnak a betonbadlóját ami azt gondolom, hogy szintén összeköthető azzal, amit ezzel az architektúrával kapcsolatban említettem. Tehát, hogy hogyan lehet ezt a racionálisnak tűnő struktúrát feltörni, és ezzel metaforikusan megmutatni ezt a fajta irracionalitást, annak a rendszernek az irracionalitását, ami ezt a racionális architektúrát létrehozta. Azt gondolom, hogy Richter 48 portréja is, ha nagyon más eszközökkel, de gyakorlatilag ugyanezt hajtja régre, jóval korábban, talán elsőként reflektál erre a ellenmondásra. Richter már korábban, 71-ben elkezd foglalkozni ezzel a problémával, hogy hogyan lehet az autoritás figuráit megmutatni, például ezzel a dupla portréval, Palermo-val, ahol ugye önmagukat mutatják meg egy ilyen autoritár, kanonizált figura keretében. És valahol, aztán ezt, közö, ezt köszön vissza a 48 portréban is, ami ugye első ránézésre egy véletlenszerűen kiválogatott Portré csarnok, lexikonokból származó képek felnagyításai az alap, és közben egy, egy végtelenül anachronisztikus műfajhoz, a portré csarnokhoz nyúl. Most nem fogom a 48 portrét az egészében bemutatni, mert ki fogunk csúszni az időből, csak néhány apróságra szeretném felhívni a figyelmet. Egyrészt arra, amit mondtam, hogy ez egy fontos dolog, hogy vegyük észre azt, hogy Richter, még akkor is, amikor a differencia Richteréről van szó, akkor is az indifferencia Richterének az eszközeit használja. Például a véletlen elemet. Noha, pont ebben az esetben azt látjuk, hogy, hogy látszólag randomitás uralkodik, véletlenszerűen vannak van a porték, legalábbis azon a szinten valóban véletlenszerűek, hogy, mint arra a Benjamin Buló rámutat, igazából ez senkinek nem lehet a kulturális kánonja, úgymond. Nem lehet elképzelni azt az embert, akinek pont ez a 48 figura alkotja a saját kulturális kánonját, és biztos, hogy riktenek sem. Ilyen értelemben egy, egy irracionális válogatás, tehát a véletlen elemet hagynának ide másrészt természetesen a fotófestészetet és a banalitást, hiszen mi lehet banálisabb egy portrécsarnoknál egyéb iránt egy ilyen végtelenül konzervatív és reakciós épületben. És emögött sejlik föl valami. Richter gyakorlatilag azt folytatja, amit eddig láttunk, csak egy jóval, jóval finomabb módon. Férfiakat látunk, nem látunk jobboldali gondolkodókat, ilyenértelműen mert Hitler is csak virtuálisan van jelen. Abban a formában jelen, hogy, hogy ahogy Benjamin Bullock is rámutat, gyakorlatilag az apa figurák elvesztését tematizálja itt valahol Richter. Azokat az apa figurákat, amit egyébként ő maga megfest, tehát például a saját apját is megfesti, egy nem különösebben sokat idézett festményen, meg is egy bohókás kispolgárként. Ezt a problémát, ahogy ezek a generációk nem nagyon képesek egymással kommunikálni, és közben van egy feldolgozatlan trauma, ez azt gondolom, hogy igen egyértelműen benne van a 48 portréban valóban. Illetve hát ha tágabban nézzük, akkor természetesen az a banalitás probléma is. Maga a kultúrának a problémája. Hát gondoljunk csak Adornóra vagy, vagy, vagy ra akik nem sokkal korábban megírják azt, hogy nem lehet ugyanúgy folytatni a kultúrát Auschwitz után. Itt van ez a német kultúra, ami megteremtette a Bildung eszményt, ugyanez a Bildung eszmény valahogy mégis elvezetett a Auschwitzhoz. És hogyan lehet ezzel szembenézni? Azt gondolom, hogy a 48 portré talán a legkifinomultabb és legkomplexebb munka, ami Adornoék dilemmáit megtestesíti. És akkor itt a, a végén, még egy, egy ilyen 20-30 percben szeretnék beszélni arról, amiről a, a katalógusban is írtam, de azt gondolom, hogy érdemes jó sok képpel illusztrálva bemutatni ezt a problémát. Ugye, ahogy az elején mondtam, szeretném megmutatni, hogy, hogy miért a differenciális terét látjuk itt, másrészt az, hogy ebben a, ebben a holokausz reprezentációs hálózatban, amiben a Birkenau, csak az utolsó elem, hogyan dolgozik Richter a differenciális tere, az indifferenciális terének eszközeivel, harmadrészt miért érdemes hálózatos módon megközelítenünk ezt. Miért beszélek hálózatosságról? Ugye az elején megmutattam, hogy a Richter életművet nagyon sok esetben dihotómiák sorozataként, vagy összefüggés rendszereként szokás bemutatni. És ez egy pontig jól is működik. És azt is gondolom, hogy egyébként ez a fajta gondolkodás sokkal jobban működik, hogyha az indiferencia Richterét elemezzük. De a differencia Richterénél azt gondolom, hogy korlátozott. És ez pont a holokauszt narratívánál nagyon szépen kiderül. Itt elsősorban Benjamin Buló, ha vitatkozok, a a a aki a legfontosabb elemzést írta a Birkenauról. A sorozat alapját az úgynevezett Zonderkommandó fényképek képzik. Ha valaki látta a Sófilád című filmet, akkor emlékezhet arra, hogy a filmben uh, rekonstruálják is ezt a jelenetet, ahogy a sok megpróbálják dokumentálni a, a genocidiumot, és ez a filmben nem sikerül, a valóságban sikerül, ez egy, ez egy valós elem. Valóban, mielőtt megtörténik az a bizonyos lázadás 44 őszén, ami, amit egyébként a Sofia fel is dolgoz, azelőtt valóban kísérletet tesz a Sófiládó arra, hogy fényképeket készítsen, és ezt, e ezt kiküldje az ellenállásnak, és a bizonyítékokat produkáljon a haláltáborok működéséről. Ez egy nagyon komplex szervező munkát igényelt az Onderkommandó részéről, és hát ez egy finom kifejezés, hogy, hogy az életüket kockáztatták vele, és a többiek életét. Egy vödörben hozták be a, negatívokat és a fényképezőgépet, közben az, az szándékosan megrongált a tetőt, hogy felküldjék őket, ahonnan figyelték az eszeszőröket, és közben az Albert O'Hara nevű zonerkommandósra bízták azt a feladatot, hogy készítse el magukat a fényképeket. Egy ördögi paradoxitás révén magából a gázkamra teréből, vagy legalábbis a gázkamra bejáratának a teréből ez a fekete keret, amit látunk a fényképek mögött, ezt a teret indikálják, hiszen az égető gödröket ezek előtt létesítették. És ugye itt azt látjuk, ahogy a zonerkommandós társai égetik el a holtesteket, miután a gázkamrák túlterítődtek 44 tavaszán. És miután erre elkészítette ezt a két képet, azután kimegy, és az erdőben készít még kettőt, itt a baloldali képen, a harmadikon, noha rendkívül tekonstruált és elmosódott, pont nagyjából 10%-nyi részlet igen jól kivehető, és ott van egy részlet, ahol a gázkamra felé terelt nők csoportját látjuk. A negyedik kép viszont teljesen abstrakt. Itt az történik, hogy erre a teljesen elvesztette a kontrollt a fényképezőgépe felett, és mint az rekonstruálható magából a fénykéből felfelé fordult a fényképezőgépe, és, a nyírfák kontúrjait látjuk itt. Richter ezekkel a képekkel 2008-ban találkozik a Frankfurt Allgemeine Zeitung recenziójában. Didi képek mindenek ellenére című könyvéről készült ez a recenzió, és egy nagyon fontos elem ebben, ahogy Richter először nézi meg a fényképet, anélkül, hogy elolvasná a cikket, anélkül, hogy elolvasná a kép Itt egy, egy kép volt reprodukálva, az első kettőből az egyik, és Richter félreértette, hogy mit lát. Ő azt, azt mondta, hogy elsőként ez egy teljesen monális jelenetnek tűnt, kertészek a kerti hulladékot égetik el éppen, és aztán olvasta el magát a cikket és a kép és döbbent rá a, a hátborzongató valóságra. És ez, az, ez, a, ez egy nagyon fontos alapélménye volt Richternek. Ez az egyik persze, a másik pedig az, hogy miután olvasta a cikket, és elolvasta a, a könyvet, már mint Didi Übermann könyvét, azután felfedezett valamit, ami azt gondolom, hogy egy alapvető motivációja volt Richternek, még pedig az, hogy ez az né, négy fénykép ugye, amit az áldozatok készítettek, nem az elkövetők, nem az amerikai felszabadítók, hanem az áldozatok. És ez egy olyan ellenállói tekintet, ami egy egészen újfajta perspektívát ad a holokauszt ábrázolhatóságának. Pontosan egy olyan új perspektívát, amit Richter nagyon régóta, évtizedek óta keresett. És egyébként pontosan ugyanúgy az under-commandó fényképekben találja meg, mint nemes jeles László ugyanekkor. Jóval később, 2014-ben fejezi be ezt a sorozatot, nagyon sokáig halasztja. Ez a differencia Richterének egy jellemzője, hogy egyfelől van egy rendkívül produktív Richter, ez általában az indifferencia Richteré, például aki az absztraktokat készíti szinte napi szinten. És van a differenciális Richter, aki pedig képes éveket eltölteni egy-egy problémával, anélkül, hogy bármilyen látható eredményt létrehozna. Tehát mondom, Richter 2008-ban találkozik a fényképekkel, de csak 2014-re jut el oda, hogy valamit valóban tudjon velük kezdeni is. Sok minden elkísérletezik. Forgatja őket, a sorrendet variálja, olyan oltárképzelő rendezi, aztán végül elveti ezeket a variációkat, annak ellenére, hogy már 2014 júliusában fel is kicseri őket, és aztán fontos, ezekre a skicekre visz rá festékrétegeket, mert egy végső döntéssel végül lefesti ezeket a vázatokat, teljesen eltüntetve őket, és egy, egy a többi aleatorikus abstrakcióval technikailag legalábbis megkülönböztetetlen sorozat jön létre, ami legfeljebb atmoszférájában sugalja azt, hogy mi van mögöttük. A szó szoros és átvitt értelmében egyaránt. Mit mond erről a sorozatról Bulog? Azt mondja Bulog, hogy Gyakorlatilag, hogyha végignézzük Richter holocaust műveit, és itt még nem mutattam be mindent, de mindjárt, akkor, akkor például a 67-es tervel kezdve, Richter mindig ugyanoda jut, gyakorlatilag. Először megpróbál egy mimetikus ábrázolást végrehajtani, megpróbál, megpróbál figurális módon dolgozni, mondjuk úgy, megpróbál fotófestményekkel dolgozni sok esetben, és aztán belátja, hogy ez egy spektakulális megoldáshoz fog vezetni, túlságosan direkt megoldáshoz fog vezetni, és ezért gyakorlatilag megtaladva a, a figuralitás, mint a spektakularitást, végül az abstrakcióhoz nyúl, vagy a, teljes, vagy a teljes tagadáshoz, és akkor nem valósul meg a sorozat, mint például ez a 67-es kiállítás terv. De maga az abstrakció is, persze ebben az összefüggésben úgy olvasható, mint egy tagadása a figuralitásnak és ennek a figurális koncepciónak még ha valamilyen formában meg is valósul. És persze itt izgalmas kérdések vetődnek föl, hogy akkor ezek a sorozatok, amik ha valamilyen formában meg is valósultak, akkor vajon sikeresnek vagy kudarcosnak tekinthetjük őket, vagy egyáltalán van értelme ilyen fogalmakról beszélni. Richter miután 67-ben lemondott erről, gyakorlatilag 30 évvel később, ugye 97 körül nyúl újra a téma, az amikor felkérték arra, hogy a Reichstagban készítsen egy sorozatot. Ugye ekkoriban alakítják át a Bundesztánggal. És itt egy nagyon hasonló helyzetben találja magát, mint a 48 sport esetében láthattuk, ahol ugye szintén ugyanez volt az alaphelyzet, az állam kéri föl Richtert egy rendkívül reprezentatív pozícióra, egy olyan épületben, ami ugyanakkor történelmileg rendkívül terhelt, és mégis továbbra is a német állam és nemzet szimbolikus helyszíneként funkcionál. És az azt gondolom, hogy nagyon szép, hogy Richter egy nagyon hasonló választ ad, mint a 48 portré esetében jóval korábban, és szintén a korai időszakban az, azon gondolkodik, hogy a holokausz témához kéne visszanyúlnia, és az atlaszban megint csak megtaláljuk a nyomait ennek a gyűjtésnek. Sőt, az atlaszban még szerepelnek tervek is arra vonatkozóak, hogy ez hogyan nézett volna ki. Ez a leg, legérettebb verzió, amit ismerünk, ahol négy nagyméretű fotófesmény lett volna egymás alatt, menettelő tábori foglyokat, főleg női foglyokat ábrázoló fotók alapján. Amit aztán Richter elvetett, és végül inkább a a sorozatra hajazó, német zászlót formáló Schwarzschild Gold valósult meg, ami egyúttal egy üvegmunka is. Nagyon ritka egyébként a Richter életműben, hogy egy üvegmunka, egy színezett üvegmunka vagy egy színmintes sorozat valamilyen figurális asszociációval éljen, de hát közben persze Richter itt is megint egy dialektikus ellentétpárt mutat föl, hiszen rámutat arra, hogy maga a zászló is egy readymade abstrakció. És, és a buló esetében a harmadik példa maga a Birkenau. Na most ugye azt látjuk, és valóban feszínesen nézve talán logikusan is hangozhat, hogy Richter minden esetben lemondott a figurális ábrázolásról, és egy absztrakt ábrázolást favorizált, illetve belátott egyfajta kudarcot. Most azt gondolom, hogy ez egy nagyon leegyszerűsítő olvasat, és sok minden nem vesz figyelembe. Úgyhogy nagyon röviden bemutatnék három kiállítás szituációt, ami szerintem szépen mutatja azt, hogy Richter maga, ezeket Richter állítja össze, hogyan mutatja föl ennek a sorozatnak a igen sokféleképpen interpretálhatóságát, illetve hogyan hogyan alakítja gyakorlatilag a saját holokausz narratívájának az alakulását ezekkel a párosításokkal. Minden esetben üvegmunkákról van szó. Ezzel az aspektussal tudtam, hogy korábban senki nem foglalkozott még, hogy Ichter tulajdonképpen miért is állít folyamatosan, mint egyébként itt a budapesti kiállításon is, üvegmunkákat a Birkenau mellé, vagy azzal szembe. Az első esetben a a kiállítását hoztam be, ahol ez a 10 üvegpanel című Richter munka látható ami ugye első nem is lehetne távolabb a tól egy rendkívül industriális hideg munkáról van szó, hogy miért van ott, azt akkor, akkor érthetjük meg, hogyha szembeállunk ezzel, most ez a kép igazából semmit sem tud visszaadni ebből, de egyfajta szellemkép jön létre, egyfajta opárt vagy posztopárt munkák sok esetben ezek az üvegkonstrukciók. Itt is arról van szó, hogy ezek az üveglapok azért vannak ott, hogy egy egységes optikai illúziót kreáljanak, egy szellemképet, ami valahol a Birkenau és az üvegkonstrukció között lebeg. Ezzel kapcsolatban feleveníthetjük azt az érdekes összefüggést, hogy Richter ugyanabban az évben készít el az első munkáját egyéb iránt, mint amikor a 67-es kiállítás tervet készítik Lüeggel. Két nagyon különböző munkáról van szó persze első ránézésre, de mégis nagyon érdekes az, ahogy ez a két 67-es vonal, ami nagyon távolról indult, végül is a Birkenau sorozatban összeér. Az összeérést úgy is értem, hogy, hogy a, a blőr szintjén ér össze, illetve azon a szinten, hogy a kettőből ö, válik egy-egy valami. És ilyen értelemben ö, Richter nagyon sok mindent mutat föl. Felmutatja például azt, hogy, hogy ez a motivum, a, amit a, a zonerkommandó esetében látunk, hiszen a zonerkommandó, erről most tényleg nincs időm bővebben beszélni, de hát a, aki ismeri a zonerkommandót, az tudja, hogy a, a tábor legkiszolgáltatottabb, embereiről van szó, azokról, akik nem elég, hogy a legembertelenebb munkát kellett, hogy elvégezzék gyakorlatilag a tömeggyilkosság gyakorlati részét. Ezen kívül még a rabok által is meg voltak vetve, hiszen az ő perspektívákból úgy tűnt, hogy a Zonder kommando az a vezetőséghez tartozik, egyfajta kollaboráns, eszülyek, szürke zónának, ezeket a, a, a csoportokat, tehát táboron belül, akik valahol a rabok és a vezetés között vannak félúton és még egyébként a második világháború után sok esetben kollaboránsnak tekintették őket. Gyakorlatilag a 90-es évekre jött be az a történészi fordulat, amikor volt néhány olyan történész, aki az, arra tette fel az életét, hogy az Onner szerepét és helyzetét alap, alapvetően újraértelmezze. És egyébként ebben egy nagyon fontos része volt Didi Übermannnak is, aki a Zonder fényképeket értékelte újra. De amire hivatkozni akarok, az az, hogy Richter gyakorlatilag ezekkel a párosításokkal újra és újra rámutat arra, ahogy az egész Richter életműben újra és újra előkerül ez a probléma. Ugye láttuk az Onkerudi esetében és a Tanti Marein esetében, a 48 portré esetében, bár egy kicsit áttételes módon, hogy az október sorozat esetében, amiről itt most nem lesz módon különösebben beszélni, de az október sorozat esetében is ugye olyan a német hivatalos narratíva szerint terroristákról beszélünk, akik ugyanakkor Richter sorozatában áldozatként vannak bemutatva, felszínehozásaként egy olyan traumának, amit a német társadalom kollektívan elfolytott. Nevezetesen az, hogy nagyon sokáig ők, ők szimpatizáltak, vagy a német társadalom egy ilyen jelentős része, köztük egyébként Joseph Boys szimpatizált a, a raffal vagy más néven a bader meinhof csoporttal. Látjuk a Boyce-nak a dokumentára készült munkáját, ahol ugye azt mondja, hogy Dürer személyesen fogom körvezetni Bader-t és a dokumentán. Na most ezt a szellemiséget, ahogy ezt meg lehetett tenni, ezt tökéletesen elfelejtették 88-ra, de most tényleg a októberről nem fogok beszélni. Amit az október kapcsán érdemes röviden megemlíteni, az az, ahogy Richter, és ez minden egy kevéssé elemzett tény, mind a figurális sorozat előtt, mind a figurális sorozat után használt absztrakt elemek tehát nem arról volt szó, hogy ez lett volna a sikeres verzió, vagy sem. Richter megfestette a 15 darabból álló grandiózus október sorozatot, ami talán az életem egyik legkomplexebb és legfontosabb munkája, de úgy érezte, hogy vannak még olyan dimenziói, amiket nem tudott ezzel a formanyelvvel megragadni. És egyrészt a sorozat előtt, például ez a Gudrun című absztrakt festmény, ami ugye Gudrun eszmére a Bádermányok csoport egyik vezetőjére utal, és az október sorozat után is festett olyan képeket, amik ugyan absztraktak, de egyértelműen a október sorozathoz kapcsolódnak. Ez a Birkenau szempontjából is rendkívül fontos. Ugye ennek egy példáját egyébként látjuk a kiállításban is, és ilyen szinten be van csempészve az október sorozat a budapesti kiállításban is, hiszen ez a lepel című kép ki van állítva, ahol az akasztótnak egy elvetett verzióját festett át Richter, szintén szokatlan módon egy figurális asszociációt adva a gesztuális abszolakt réteghez, nevezetesen a leplet, tehát itt a, ez a fehér réteg egy halotti lepellé transformálódik. A másik pedig maga a, a már emlegetett uh, Reichstag, vagy Bundestag, a, ahol Richter valóban elvetett ezt a verziót, és, és, és a végső munkán szinte semmi sem indikálja azt, hogy eredetileg ez egy holokausz műlet volna. Ugyanakkor ezt maga Richter teszi egyértelművé, méghozzá a Birkenau sorozat elkészítése után, ugyanis egy szokatlanul direkt gesztussal szembeállítja a Birkenau sorozatnak egy méretarányos reprodukcióját, a Schwarzschild Goldal, tehát a Reisztag két végén ez a két munkanéz most szembe egymással. Én ezeket most először photoshopban rekonstruáltam is, hogy ez hogy nézett volna ki. Mert hogy azt gondolom, hogy csak így érezhető át az, az amit Tudtam, hogy igazából senki nem foglalkozott. Pedig elképesztő jelentőségű, hogy gyakorlatilag Richter, annak ellenére, hogy látszatra két teljesen ellentétes, absztrakt sorozatot állít szembe egymással, virtuálisan két szinte megegyező munkát helyez egymással szembe mind a kettő négy darabból áll, mind a kettő egymás alá van helyezve, mind a kettő a holokausztot dolgozza fel fotolajisztikus eszközökkel. Most ez azért fontos többek között, mert hogy itt derül ki az, hogy Richter sokkal komplexebben látja az absztrakciós, a figuralitás, a siker és a sikertelenség kategóriáit. Az, hogy ezek a képek virtuálisan, de ott vannak a, a két munkalat, alatt, Richter számára talán sokkal fontosabb az, mint hogy mi a felső réteg, mi az, ami vizuálisan is látható. És végül a budapesti kiállításon is látható Szürke tükör négy panel című munka is azt gondolom, hogy bizonyos értelemben felírja ezt a egyszerű dihotómiát. Ugye a szürke tükör első állítása, nagy kérdés, hogy miért van itt. Én azt gondolom, hogy ehhez az idézethez vezethető vissza. Ilyen értelemben nincs is ennek korai referenciája, nincsen átfestett előképe. De mégis van egy idézet, amit ez a Richter ez 89 ben mond, ami úgy hangzik, most a szürke monokrómokat nézve ismerem fel, hogy talán biztosan nem egészen tudatosan ez volt az egyetlen módja annak, hogy megfestem a koncentrációs táborokat. Lehetetlen megfesteni az élet nyomorúságát, kivéve talán a szürkével, hogy eltakarjam. Ami ugye elsőre beleillik Buloch narratívájába. Elsőre úgy hangzik, hogy ismét arról van szó, hogy a holokausz megfestetetlen, és ezért Richter átfesti a szürkével, még hogyha ez esetben tényleg csak szimbolikus értelemben is. Én viszont azt gondolom, hogy a szürke tükörrel Lichter behozza és újraértelmezi ezt a pozíciót. Egyfelől meg is mutatja ezt az apóriát, hogy valóban a holokauszt ilyen értelemben egyetlen műben nem, nem bemutatható. És ilyen értelemben igaza is van Buloknak, meg nem is. Én is azt gondolom, hogy Richter konklúziója az, hogy egyetlen műben nem ábrázolható a holokauszt, de absztrakt módon épp úgy nem, mint figurálisan. Ahogy ábrázolható a holokauszt, és ez Richternek egy elképesztő teljesítmény, azt gondolom, és valahol Richter hírneve akadályozza meg abba, hogy felismerjük azt, hogy Richter az egyik legfontosabb holokauszttal foglalkozó alkotó, mindazokon felül, a amiért jelentős. Mert hogy Richter megmutatja, hogy egyetlen mű sem alkalmas erre önmagában. Egy hálózatot lehet létrehozni, művek ahogy, ahogy itt most röviden prezentáltam, és a katalógus eszében részletesebben olvasható, egy rendkívül kifinomult és összetett hálózatot hoz létre, olyan elemekből, amik önmagában érvénytelenek, önmagában fragmentáltak, önmagában nem alkalmasak erre a feladatra. De ezeknek a műveknek az összessége képes kirajzolni egy, egy hálózatos művet, egy olyan művet, ami egyébként valahol a tíz panelnek erre a félig virtuális a rétegek és én értelemben a művek között lebegő karakterére utal. És ez Richter válasza a holokauszt apúriájára. Hogy akkor itt be is fejezném az előadást, mert azt hiszem lejárt az időm. Köszönöm szépen.